őt nevezte Ferdinand Porsche minden idők volt, jelen és a jövő legnagyobb versenyzőjének. Unblock minden idők legnagyobb győzelme és az ő nevéhez köthető. Der Teufel. Egyáltalán nem féltette se saját magát, se senki. Kompromisszummentes volt Colin McRae, Ayrton Senna egyben. 160 centi, de amilyen kicsi volt, olyan hatalmas volt az egója. A gyerekként eszkábált otthon lepedődő ejtőernyőt, amivel leugrott a háztetejére, akkor majdnem meghalt. Az első világháborúban mentőautót vezetett. Olyan hülye módon jött a sebesültekkel teli mentőautóba, hogy felborultak. Akkor elvették a jogosítványát, és azt mondták neki, hogy soha többet ne üljön autóba. Ennek ellenére Monzába meg akarta dönteni Antonio Ascari körrekordját. Összetörte az autót, összetörte magát, de rongyra. Műanyag merevítőt adtak rá, és azt mondták, hogy egy hónapig ki sem mozduljon a kórházból. Kiszökött, és a következő héten a verseny végén elájult a fájdalomtól, de nyert. Így fut be a célba, elvesztette a gumit, leszarja. Ez egy őrült volt. Nem értették először, hogy miért csinálja azt, hogy négy kerékkel csúszik, kvázi power slide-ből a drifttel a kanyaromba. Enzo Ferrari azt mondta, hagyjátok Nuvolárit, mert Nuvolári tudja, mit csinál. Ezt az erőcsúsztatást ő hozta be a Grand Prix sportba. 1930, Mille Miglia, éjszaka, hajnal. Achille Varzi vezet. Nuvolári a legnagyobb ellenfele jön mögötte az éjszakában. Álmos, ellepi az olaj, ellepi a bogár, üvöltő motorral lekapcsolt lámpákkal jön éjszaka, földutakon, 170-nel, 180-nal, és az utolsó pillanatban Nuvolári felkapcsolja a fényszórót, és úgy előzi meg. Négy nappal a verseny előtt törte el a lábát, gizben volt és átépítette az autót úgy, hogy jobb lábbal tudjon kifolyolni, gázt adni és féket. Végigcsinálta a versenyt, de olyan görcsöt kapott a lába, hogy ki kellett venni az autóból. Ez egy igazi állat volt. Tolja be a saját versenyautóját a célba, a boxba, mert győzni akar. Akkor Ferrari még versenyző volt. De egyetlen ember az egész mezőnyből, aki meg tudta őt szorongatni, ez a kis Mantovai volt, a hülye kis autójával. Német Grand Prix, ott van az egész náci vezérkár, ott van három W25B Mercedes-Benz monoposztó, amivel végigverték az egész világot, és ott van egyetlen egy Alfa Romeo Tipo B, ott van a Mantovai Rém, a repülő Mantovai Nuvolári esélytelenül. Az utolsó körön, ahol Fogbraus is 30 másodperccel vezet, Nuvolári behozza, megelőzi, és ott a már ünnepelni készülő náci vezérkel előtt megnyeri az 1935-ös német nagydíjat. Kicsi olaszként az utolsó piros kis mocskos retkes Alfa Romeo valamiért százlóerővel gyengébb kocsi. És kénytelenek voltak lenyerni a nácik a békát. Hitler el is ment, nem is adta át a díjat, pedig ott van rajta. A német sajtó csak Der Teufel néven kezdte el emlegetni, az ördög. Azt mondta Hitler, hogy nekünk ez az ember kell, ez az ember fogja vezetni az autóinkat, nem érdekel, hogy olasz, pedig annyira akarták, hogy Brausics meg Rosemeyer meg ezek legyenek a nagy pilóták. Aztán az ő autóikkal is nyert. A háború után már beteg volt, a folyamatos sok versenyzés alatt rengeteg gázt, olajat meg mindent szívott be, ahogy ott ült a versenyautók volánja mögött, azért tüdőbeteg lett. Egy zsebkendőt tartott a szája elé, mert olyan problémája volt a tüdejével, hogy állandóan köpködte a vér. Két gyerekét elvesztette, akiket imádott. 1936-ban kigyulladt alatta az autó, körülbelül 160-nal ment a kocsi. Nem volt biztonsági öv semmi, fogta magát és kiugrott egyszerűen az autó, összetörte magát, mint a rony, a következő hónapban megint rajtna állt.
48-ba indult a millenium. Féltávon lerepült a géptető. Kiszakadt alóla az ülés. Egy útszéli zöldségárusnál berakott egy kiló narancsot, meg egy zsár citromot, arra ült. Lehullott a kaszni, elrepült a szélvédőt. És a végén, amikor elszállt a fék, akkor kellett kiállni a második helyről. A Donington Grand Prix-n körülbelül 200-as tempónál fogott egy szarvas. Ilyen ember többet nem születik, nem lehet ezt a kort, ezeket az autókat, ezt az egész milliót, ezt a veszélyt, ezt nem lehet többet megismételni, ez nincs. Nagyon sokan meg is haltak a versenypályán. Nyugolani nem. Hiába szeretett volna, nem. Ágyba kapott szívrohamot. Alberto Ascari, Enzo Ferrari és Nino Farina vitte a koporsóját. 60 ezer ember búcsúztatta Nuvolárit, amikor meghalt. Abszolút példakép.